A laminálás egy vékony, dekoratív felületi réteg felvitelét jelenti, melyet legtöbbször farostlemezhez ragasztanak. Elsősorban konyhai munkalapok készítésénél használt eljárás, mivel a laminált lemez messze a legolcsóbb megoldás erre a célra. A színek és mintázatok száma gyakorlatilag végtelen. Laminálást alkalmaznak emellett konyhaszekrényeknél, bútoroknál és laboratóriumi berendezéseknél is. Többek között a gyorséttermek székei is hasonló, bár kissé vastagabb anyagból, kompakt laminált lemezből készülnek. A laminált lemez hátoldala egy olyan nátronpapír, mely átnedvesíthető anélkül, hogy felpuhulna és eltépődne. Ezt elsőként fenol tartalmú gyantával kezelik. A fenol a benzinből előállított vegyület. A gyanta nem csupán a papír felületét nedvesíti be, hanem bele is szívódik. A lapok ezután egy szárító kemencébe kerülnek. A forró levegő másodpercek alatt megszikkasztja a gyantát, és a papírt hengerekbe tekercselik. A laminált lemez tetejére kerül a dekorációs réteg. Ez a papírlap lehet egyszínű, vagy valamilyen nyomtatott mintás. Az egyszínű változatok rögtön a kezelőbe kerülnek, mely tartós melamin gyantával vonja be őket. A tartóság az egyik legfontosabb jellemző, mivel a használat során ezt a réteget éri a legtöbb külső hatás. Két nagy henger préseli ki a felesleges gyantát, majd az átitatott papírlap a szárítókamrába kerül. Amint a gyanta megköt, egy pengével egységnyi méretűre darabolják fel a lapokat. A gyantás kezelést megelőzően a papír hajlékony volt és könnyen téphető. Most kemény és rugalmatlan. Ha megpróbáljuk meghajlítani, eltörik. Amíg az átitatott nátronpapír hengereket is a megfelelő méretűre darabolják fel, az üzem dolgozói előkészítik a másik fajta dekoratív rétegeket, melyek rányomtatott mintázatokat tartalmaznak fa vagy márvány erezettel. A kezelési eljárás ebben az esetben kicsit másképp alakul, mint az egyszínűeknél. Először is ugyanakkor a darabokat kell kivágni, mint a nátronpapírlapok mérete. Ezek a lapok nem merülnek alá a gyantában, ehelyett egymásra pakolják őket. Két lap közé mindig kerül egy fedőlap is, ami nem más, mint egy melamin gyantába áztatott átlátszó papírlap. Közben az egyszínű dekorációs lapokat is hasonló kötegekbe rendezik, ám ezek közé nem kell fedőlapot tenni, hisz már beitatták őket gyantával. Ezt követően az összes lap a prés műhelybe kerül. Itt minden egyes dekorációs réteg alá betesznek egy nátronpapírlapot is. Mindegyik lap tetejére egy nyomólemez kerül. Ez akadályozza meg, hogy az elkészült laminált lemezek összetapadjanak. Az összes lap átmegy a présgépen. A nagy hő és a nyomás összetömöríti a rétegeket. A fedőlapok rátapadnak a mintás felületre, ahogy a nátronpapír is a dekoratív rétegekre. Így jön létre a laminált lemez. A nyomólemezek eközben belepréselik mintázatukat a melegtől felpuhult gyantába, kialakítva a felület textúráját. A laminált lemezek teljesen készen kerülnek ki a présből. A legutolsó fázisban a lapok oldaláról eltávolítják a felesleges papírt és lesimítják a lemezek hátoldalát. Ez segít abban, hogy később jól megtapadjanak a faros lemezen vagy más tartóanyagon. A kompakt laminált lemezek gyártásához egy egész csomag átitatott nátronpapírt vesznek, melyet két dekoratív réteg közé tesznek. Addig préselik össze az így elkészült lemezt, míg az összes réteg egymáshoz nem tapad. A színek váltogatásával csíkos mintájú széleket hozhatnak létre. A kompakt laminált lemezek olyan vastagok, hogy önmagukban is megállják a helyüket. Most meggyőződhettünk arról, hogy az így készülő bútordarabok külső megjelenésének valóban csak a fantáziánk szabhat határt.